Bélát itt ne keressék, mert elköltözött rég. Új lakása tágasabb, csak kilátás is szép. Úgy néz ki, egy jó darabig én leszek most itt. Hát ne zargassanak már, furton furt a minden itt. Jön sok ember és mind jobbat vár, és haragszik, mert csak engem talál. Az a hibám, hogy én nem Béla vagyok, és ezzel sok méregre adok jó okot. Hányszor kell még elmondanom, máshova menjenek, és hogyha lehet, hagyjanak már békén engemet. Biztos valami rosszat tettem, úgy mi az, nem tudom, de nagyon ver a jó Isten, csak abból gondolom. Hára jön sok ember, és mind jobbat vár, és haragszik, mert csak engem talál. Az a hibám, hogy én nem Béla vagyok, és ezzel sok méregre adok jó okot. Most jön a jó rész! Erre többen mondták, hogy jó. Szó, ami szó, benne valami. Az a baj, hogy Béla bizony nagyon népszerű. Sok barátja van, s ez nekem kínos, keserű. Hol van Béla, ezt kérdezik, de én csak pislogok. Lehet, hogy már nem sokára ajtót sem nyitok. Jön sok ember, és mind jobbat vár, és haragszik, mert csak engem talál. Az a hibám, hogy én nem Béla vagyok, és ezzel sok méregre adok jó okot. Tudományos hírek. Egy magánklinikán dolgozó nőgyógyász hírül adta, hogy egy 107 éves asszonyt terhességgel kezel. Állítása szerint a hölgy előre haladott korára való tekintettel felnőttet fog szülni. A tudománytörténet kutatásával foglalkozó szakemberek hírül adták, hogy az eddigi hiedelmekkel ellentétben a kutya idomította be Pavlovot, hogy mielőtt nyáladzani kezd, mármint a kutya, Pavlov csengessen. Jó napot! Nézd! Az van ideírva, hogy ez az ablak zárva. Zárva? Ez nincs zárva! Be tudom dugni a kezem! Akkor biztos csapda! Igen, csapda! De nem fognak el velem minket, igaz? Igaz! Elhoztad magaddal? Elhoztam. Tessék! Hello! Hello! Miben? Álló! 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 Miben segíthetek önöknek? Van ott valami? Én nem látok semmit. Lehet, hogy egy törpe. Vagy egy magas férfi fekve. Egyik sem. Én vagyok az, egy kicsit önöknek jobbra. Hát jönnének ide? Hogy mennénk át oda? A mi korunkban? Maga másson át ide? Igen, igen, maga másszon át ide. Magának még megvannak a fogai. A mászáshoz nem kell fog. A krokodilnak kell. Nem kell. Akkor hogy kerülnek fel a fára? Ráesnek fölülről. Honnan? Egy magasabb fáról. Ez ostobaság. Nem igaz? Benne van a Bibliában? Igen, benne van a Bibliában. Benne van, benne van, benne van, benne van. Mit kérnek?
Hiük van! Bélyeg, postautalvány, TV előfizetési űrlap, nyereménybetétkönyv, amit csak akarnak, minden kapható. Jó, akkor két kávét legyen szíves. Tejjel. És cukorral. Ez egy postahivatal. Nem szolgálunk fel kávét. Akkor adjon teát. Teát sem szolgálunk fel. Akkor ez mi? Ez? Hát ez egy nagy barna nyereménybetétkönyv, kifolyó csőben ellátva. Az én teáskannám, de ügyfeleknek nem adunk teát. Tejet? Az sem. Vodka martinit? Nem, 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 nem. Megvan! Adjon viszkit mangóval! Viszkit mangóval! Viszkit mangóval! Viszkit mangóval! Két viszkit mangóval, Luigi! És mentalikör, ne legyen benne! Nem vagyok Luigi. Akkor mondja meg Luigi-nak, hogy ne rakjon bele mentalikört! Ide figyeljenek, szenilis ütődöttek! Ez egy postahivatal, és itt nem lehet italokat kapni. Nem azért fizetünk adót, hogy fülön szúrjanak minket vasvillával. Lehet, hogy ez meglepi, hölgyem, de nem állt szándékomban fülön szúrni önt vasvillával. Ha csak egy vasvillával is hozzám nyúl, egy térdrugással szétrepeszti az orjukait. Mi nem tűrjük, hogy egy néger szemtelenkedjen velünk? Nem tűrjük, nem, 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 nem. Közalkalmazott vagyok, de már nem sokáig leszek az, ha nem árulják el végre, hogy mit akarnak. Add nekünk két világos sört, vagy nem? Utoljára mondom, ez egy postahivatal. Miért nem mennek át a szemközti bisztróba, ahol mindent megkapnak, amit csak kérnek? Voltunk ott, de hiába. Miért? Nem árulnak 5 pennis bélyeget. A minapában otthon vagyok egyedül, csöngetnek, ajtót nyitok, hát egy fiatal ember áll ott a bejárati ajtónál, azt mondja, jaj, művész úr, úgy örülök, hogy személyesen is láthatom, most költöztem ide az utcába, 5 házzal odébb lakom, és szombaton óriási hepaj lesz nálam, szeretném, ha művész úr eljönne, mert lesz kaja, pia, zene, szex, jöjjön el, művész úr. Hát mondom, és még ki lesz ott? Hát csak a művész úr, meg én. Úgyhogy nem mentem. 43 éves vagyok, és nemrégiben csatlakoztam egy sátánista szektához. Azóta nagyon agresszívvé vált a viselkedésem, családtagjaimat, ha kell, ha nem, fizikailag inzultálom, kutyákat feszítek keresztre. Csak vicceltem, 42 éves vagyok. Jó, legyen. Miért hasznos sportág a box? Mert megmozgatja az agyat. Ilyet más színházban nem lehet látni, hogy a szereplő műsor közben iszik a színpadon. Lehet, hogy ezért vannak más színházban többen. Ismét szeretettel köszöntöm Önöket, kedves közönségünk, kedves nézőink!
Jó múltkorában éppen otthon vagyok egyedül, jól érzem magam, minden tuti, csöng a telefon. Fölveszem, hát egy kélyes, szexis női hang van a vonal túlsó végén, azt mondja, hogy halló. Hát én is mondtam, hogy halló. Azt mondja, csak hallani akartam a hangját maszturbálás közben. Hát mondom neki, honnan tudta, hogy éppen maszturbálok? Miért? Telepátia? Vagy telefonpátia? Egyik barátnőm szerint a sperma jót tesz a bőrünknek, mert a pórusokat, az emberi bőr pórusait fiatalon tartja. De szerintem ez nem igaz, mert hogyha igaz lenne, akkor hogy lehet, hogy nekem mind a két kezemen teljesen egyforma a bőr? Messze menően nem értek egyet ama vallásokkal, amelyek tiltják a maszturbációt, hiszen ha Isten azt akarta volna, hogy ne végezzünk önkielégítést, egyszerűen megoldotta volna, rövidebb karokat adott volna nekünk. Ráadásul az is tény, hogy a maszturbáció a szex legbiztonságosabb formája, kivéve ha autóvezetés közben végezzük. Úgyhogy én azt mondom, aki akar, nyugodtan maszturbáljon, de azt javaslom, előtte legyen kedves magához. Ne csak vonszolja be magát a hálószobába, és használja a testét, vegyen magának egy csokor virágot. Udvarjas és célra vezető gesztus egy jó film a videótékából, meg egy egyszemélyes, gyertyafényes vacsora. Utána kéressük magunkat. Én nem akarom. Na, ne izélj, cica! Ami engem illet, én még soha életemben nem fogadtam el magamtól pénzt. Egyszer, 14 és fél éves koromban anyukám rajta kapott maszturbálás közben, és mondta, hogy ejnye. Egy hétre rá apukám tetten ért cigizéskor. Nagyon mérges lett, azt mondta, no fiam, akkor most azonnal elszívsz 20 szál cigarettát egy végtében. Arra gondoltam, hú de jó, hogy nem ő értettem maszturbálást. Jó néztem volna ki. Egyszer meg én kaptam rajta anyukámat, hogy az okniaim meg a fehér neműm között matat. Hát mit mondjak, eléggé csiklandozott. Ha a maszturbálás olimpiai sportág lenne, nem szívesen ülnék a stadion első sorában. Vajon, ha mi férfiak el akarunk venni egy nőt feleségül, miért a kezét kérjük meg? Nem túlzott finomkodás ez, hiszen kezünk nekünk is van, pont abból lett elegünk, ezért akarunk megnősülni. Tudják, hogyha egy férfi elmegy nemi értelemben, hány ondósejtet lövel ki, tudják? Nem tudjuk, mondjad. Jó. Nem kevesebb, mint 200 millió ondósejtet. Tudják, mit jelent ez? Azt, hogy én már komplett civilizációkat töröltem le a nyakamról, a mellemről, na jó, a hasamról. Egy szürke tornazoknival. Jó magam, még nem vagyok nős, ráadásul nemrégiben szakított velem a barátnőm, ugyanis véletlenül lehánytam a nagymamáját.
úgy esett a dolog, hogy közel hajoltam a nagymamihoz, hirtelen megcsapott a parfümje illata, mire én, hát persze teljesen akaratlanul, hát ráokáttam. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy én voltam az utolsó a sorban a ravatalnál. Júj, bizony. No de hiába könyörögtem a leánynak, utilaput kötött a talpamra, úgyhogy most e fölötti bánatomban következzék az elhagyott szerelmesek dala, halljuk a zongorát! Visszavár a hű szívem, egyéb dolgom nincs nekem, amióta messze jársz, csak várlak szüntelen. Odakinn úgy sír a szél, mennék én, de nincs hová. Ami volt, mint holt levél, keringve hull alatt. Nálam jobban nem szerethet téged senki sem, arra kérlek, ne hagyjuk a dolgot. Szívem csak tiéd, s tied minden éjszakám. És várlak úgy, mint rég, s úgy fáj a bús magány. Nálam jobban nem szerethet téged senki sem, arra kérlek, ne hagyjuk a dolgot ennyiben. Jöjj vissza, nálam jobban nem szerethet téged senki sem. Arra kérlek, ne hagyjuk a dolgot ennyiben. Jöjj vissza, egy korábbi barátnőmmel viszont én szakítottam. 15 évig boldogok voltunk, azután ismerkedtünk össze. Elkezdtünk járni, kirándultunk, emlékszem a haja, lobogott a szélben. Hát ahhoz persze túl büszke volt, hogy utána szaladjon. Aztán eljött az első olyan alkalom, értik, ugye? Hát akkor még ő volt zavarban, hímelt, hámolt, de aztán nagy nehezen összeszedte magát, és megkérdezte, hogy hát veled nem szokott előfordulni, szóval, hogy nem szenvedsz korai magömléstől? Mondom neki, dehogy is szenvedek, élvezem! Szenvedek, marhaság! Képzeljék el, eme hölgy foglalkozása kardnyelő volt, ilyen kardnyelő művész. Engem meg tudják, hogy szólított? Hát emiatt sértődtem meg. Azt mondja, kicsi kis bugylibicskám. Amint a dal előtt is említettem, jó magam, még nem vagyok nős, viszont van egy kedves ismerősöm, aki az, és tőle hallottam a következőt. Azt mondja,
2 idézőjel nagybetű. Van egy 3 kislányom és 2 ikerfiam. Az egyedül élő emberek persze ilyenkor elolvadnak. Jaj, ikrek! A gyakorló, de nem ikreket nevelő szülők meg azt mondják, hú, mi is járhattunk volna így. Annyi örömöm van a 3 gyerekkel, amennyit csak el lehet képzelni, alvás nélkül. A 2 fiú teljesen egyforma. Ez azért jó, mert így spórolni tudok a fényképekkel. Itt a kisfiam, és van egy másik, aki teljesen ugyanígy néz ki. Anyám, aki néha átjön hozzánk segíteni, teljes pánikban van az egyformaságuk miatt. Attól fél, hogy állandóan az egyik gyereket eteti meg, újra és újra, míg a másiknak nem ad enni. No, de ne feledkezzünk el a 3 kislányról sem. Hát miatta meg nem tudok rendesen telefonálni. Például, hogyha egy fontos üzleti partneremmel szeretnék beszélni, az körülbelül így zajlik. Halló, igen, 15-én délelőtt 11 óra megfelel, igen, csak azt kellene tudnom, hogy hová mész azzal a süteménnyel, rakod le azonnal? Ja, elnézést, nem ön, bocsánat, jaj, ne haragudjon, nem tudtam, hogy ön is süteményt teszik, bocsánat. Na és, hogyha ez még nem volna elég, van egy 2,5 unokaöcsém is. Hát ő meg mindent összetör. Most akarok utána nézni, van-e rá mód, hogy jogi úton távol tartsam a háztól. Megmondanám a bírónak, kérem, itt a macskánk, Bicebóca. Azelőtt Círmosnak hívtuk. Amíg az unokaöcsém el nem jött vendégségbe. Remélem, ez elegendő tárgyi bizonyíték. Vagy kívánja, bíró úr, hogy behozzam a kutyámat, Küklopszot is? Hogy nevezik azt a díszkövet, amelytől lázzal járó meghűlést lehet kapni? Influenza márvány. Igen. Mit kell kiáltani akkor, ha kigyullad a karácsonyfa? Hívd a tűoltókat! Kedves közönségünk, hiszen nagyon fontos, hogy amikor szexelünk, akkor mindez biztonságos keretek között zajoljék, azt nem kell ecsetelnem, hogy miért. A következő metódust választottuk. Minden figurát bemutatunk először nem biztonságos, veszélyes változatban, és utána következik ugyanannak a póznak immáron a biztonságos változata. Így lehet a legjobban megtanulni a dolgokat. A fiatal pár, akik demonstrálják a biztonságos szexet, Réka és Laci lesznek. A Holószínház művészeti tanácsa úgy döntött, hogy Réka a hölgyet, míg Laci a fiatalembert fogja alakítani. Gyertek be, és kezdjetek bemelegíteni. Ugyanis biztonságos szex előtt nagyon fontos, hogy a lemerevedett izmokat fellazítsuk. Úgynevezett bemelegítés által. Mehet? Hát akkor következzék az első póz. Nézzük meg először ennek a nem biztonságos változatát íme. Helytelen, kerülendő, veszélyes. Ám nézzük most meg ugyanezt immáron biztonságos verzióban. A második figura következik, ezt is először tekintsük meg nem biztonságos módozatban. Nem jó, ne tegyék. Nézzük meg, hogy fest ugyanez biztonságosan.
La 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 la. Elárulhatom, hogy ezt a figurát én is kipróbáltam, és semmiféle kínos következménye nem volt. Következzék a harmadik, tudományos nyelven a hármas póz. Ahogy már megszokhattuk, ennek is először megmutatjuk a nem biztonságos válfaját. Ugye, már első ránézésre is nyilvánvaló, hogy ebből csak a gond, csak a baj származhat, úgyhogy tekintsük meg ennek is a biztonságos, vállalható verzióját. Ez így néz ki. Ezt akár 8 éves kortól, bárhol, bárkivel, bármikor. Végül következzék a negyedik figura, ezt is először megnézzük nem biztonságos, helytelen módozatban. Ugye? Nem biztonságos, néhány évvel ezelőtt az akkori amerikai elnök bácsinak is gondja támad belőle, szegény Bill, ha tudta volna, hogy ennek a póznak is van biztonságos változata, mégpedig... Biztonságos. Köszönjük szépen! Miért mondják a nagyon hangos zenére vagy zajra, hogy fülsüketítő? Hát ugyan melyik más testrészünket süketíthetné meg az a nagy lárma? Jaj, megsüketült a könyököm! Hát marhaság! Ráadásul, ha jobban belegondolunk, az sem igaz, hogy az ember füle lesz süket, hanem maga az ember. Hát például Beethovennek sem a füle süketült meg, hanem Beethoven. És ha már itt tartunk, érdekes, hogy bár ezt mondjuk, de valójában nem az orrunk folyik. Ami folyik, azt egész másképp hívjuk. Kérdés. Ha a száraz jeget elolvasztjuk, tudunk úgy úszni, hogy ne legyünk vizesek? Most meg egy egész csokor kérdés következik, egyetlen téma köré csokortosítva. Ugyanis gyakran eszembe jut az úgynevezett esőtánc, amikor az indiánok rituális tánccal idézik elő, hogy essen az eső. No de! Ha létezik esőtánc, akkor nem kell azt próbálni, gyakorolni? És akkor az esőtánc próba hatására nem kezd el esni az eső? Mert ha nem, az nem azt jelenti, hogy rosszul csinálják? Ha meg igen, akkor minek az igazi esőtánc? Honnan tudja az eső, hogy ez most még csak próba, majd holnap jön az igazi? Sok ember nyakában lehet látni ilyen láncon lógó keresztet, valamint bizonyos magas tornyos épületek legtetején.